Jó, tehát akkor az első az, hogy ilyenkor télen érdemes ellátogatni ide a Nemzeti Parkba. Hát igazából minden évszaknak megvan a maga szépsége. Most ugye a télnek elméletileg a közepén vagyunk, valójában ilyen késő őszi hangulata van az embernek. Ezzel együtt nagyon sok érdekes látnivaló van. Egyrészt a természet ennek a furcsa, ilyen félig meddig tavaszi időjárásnak köszönhetően lassan kezd el indulni, ami persze, hogyha leül a levegő, akkor egészen biztos, hogy majd elakad, de tulajdonképpen, ha ilyen merek marad, akkor korábban fognak virágozni az első növények. Tehát ezek a árterekre jellemző koratavaszi virágok, hóvirágok tőzikét mindenki ismeri, de még van egy fél tucatnyi növény, amelyik ugyanezekben a társulásokban található. Ezek mellett elég szép házi állatállományunk van, és amit nagyon sokan nem gondolnak, ilyenkor kezdődik az ellési időszak, tehát lassan várjuk az első borjakat, 200 magyar tarka tehenünk van, és nagyságrendileg közel ennyi borjút várunk, és hát ez egy csodálatos, szép látvány, amikor ez a sok kis fiatal borjú elindul, és aztán az igazán szép, amikor már a legelőre ki tudjuk majd áprilisban vinni őket. Aztán nagyon szépen fejlődik a uraközi lóállományunk is. Egy picit később, de ott is így viszonylag kora tavasszal várjuk az első csikókat. Ott a fajtának a helyreállítása, regenerálása kapcsán két éve kaptunk Svájcból két nagyon szép fedezőményt, és tulajdonképpen ezeknek az első csikói már tavaly megszülettek, nagyon mutatósak, szép.